Hány kategóriában zajlik majd a verseny szombaton? Ez évben is öt kategóriába került meghirdetésre a táncverseny. Versenytánc, hip-hop, open, művészi látványtánc és sótánc kategóriában. Hogyan alakulnak a nevezések? Hasonlóan az előző évekhez, idén is a legnépszerűbb a művészi látványtánc, sótánc, illetve az open kategória hogyan alakul az egésznapos versenyprogramja. 10 órakor polgármester úr köszöntőjével kezdődik a műsor. Ezt követően szinte valamennyi kategória két blokkban kerül megtartásra. 14 órakor kerül ösztáncra sor a művelődési központ előtti téren, ahova minden érdeklődőt szeretettel várunk, nem kell hozzá tánctudás, csak egy közös Táncra várunk mindenkit, és ezt követően 14 óra 40 magasságában kerül sor az első eredményhirdetésre, és 18 órakor pedig a második eredményhirdetésre kerül sor. Honnan érkeznek táncosok, tánccsoportok? Táncsoportok Zala megyéből több csoport is nevezett, ezen kívül több Balatonparti településről jönnek táncosok Pécsről és Budapestről is, hogyha a távolabbi településeket említem. Hány résztvevőre számítatok? A táncosok tekintetében 467 táncosra számítunk, ami hasonló nagyságrende az előző évekhez képest, ami 22 tánccsoport képviseletében fog előadni 109 koreográfiát. Milyen díjazásról számolhatunk be? Díjazások tekintetében valamennyi résztvevő oklevélbe fog részesülni, illetve emellett az egyéni és trió kategóriában éremmel jutalmazzuk az első három helyezettet, a csoportok, formációk tekintetében pedig még kupával. Hogyan ajánlanád a lenti közönségnek a szombati programot? Én mindenkinek ajánlom ezt a rendezvényt, hisz egy egész napos rendezvényről van szó, ahol színvonalas produkciókat láthatnak a nézők, 500 forintos belépő árér, amelyet még kiemelnék, hogy a Lenti Gyógyfürdő Kft. jóvoltából az eredményhirdetéskor, mindkét eredményhirdetéskor a jelenlévő nézők közül kisorsorásra kerülnek fürdőbelépők. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki egy színvonalas, pörgős programon szeretne részt venni szombaton.